Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és a romániai Szatmár megyét határ választja el egymástól, társadalmi és gazdasági értelemben elválaszthatatlanok. Jelenleg mindkét térség azon dolgozik, hogy fejlessze meglévő kulturális és épített értékeit, ezáltal növelje idegenforgalmi erejét. Az Easydoor nevű romániai-magyar együttműködés ahhoz nyújt lehetőséget, hogy ezeket a feladatokat közösen valósítsák meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vállalásában összesen 15 megyei település, katolikus és református templomát fejlesztik, Nyírbátorban pedig a már meglévő történelmi sétány újul meg. A magyar-román határmenti programok flagship program részében valósul meg ez a projekt, majd 10 millió eurós összköltségvetéssel. Itt a megyei önkormányzat a fő partner, és azon belül is a megyei önkormányzat csinál egy saját, mondjuk, partnerségében megvalósuló projektet is, amely számos határon átnyúló projektelemet tartalmaz. Ebből kiemelném a műemlék épületek megújítását, amely elsősorban templomokat, de nem kizárólagosan műemléktemplomokat jelent. Ezeknek az örökségelemekre építve egy olyan tematikus útvonalat fejlesztünk, amelynek vannak előzményei. Mária Pócsi fejlesztésekre gondolok, mint nemzeti kegyhely, illetve középkori templomok útjára, amely projekt egységes, ez egészként kezeli a határ két oldalán lévő örökségi helyszíneket. A projekt során olyan turisztikai fejlesztések valósulnak meg a határmenti régióban, amelyek még vonzóbbá teszik a már meglévő idegenforgalmi attrakciókat. A cél az, hogy minél többen látogassák a határ két oldalán fekvő örökségeket, és emelkedjen a vendégészakák száma. Ennek érdekében főszerepet kap az irodalom népszerűsítése, valamint a technológiai újítások is. Van ökoturisztikai része is a projektnek, illetve a projekt partnereink a Kölcsei Televízió, illetve a Megyei Fejlesztési Ügynökség gondozásában például a Nyíregyházi József András Múzeumnak a udvarán egy irodalmi bemutató tér is létesül a program keretében. Ezen túlmenően olyan fejlesztések is megvalósulnak, amely applikációkon keresztül, internetes platformokon keresztül népszerűsíti ezt a programot, illetve ezt az útvonalat. A 2023. januárjában végződő projektre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, mint vezető partner 5,6 millió eurót fordíthat, a fejlesztések összköltsége azonban a 10 millió eurót is meghaladja.